A legszebb, leginkább meglepő helyek a nehezen megmászható magas bércek kebelében vannak elrejtve. Mintha a természet az íj helyeket féltékenyen dugdosná az emberi kíváncsiság elől. Mintha azért akarná azokhoz az embert fáradtsággal juttatni, hogy így jobban méltányolja. Mert az az emberi természetben van, hogy amihez küzdéssel és nehézségek legyőzésével juthat, azt inkább óhajtja, inkább méltányolja. A Hagymáshegységről írta-e sorokat Orbán Balázs, de írhatta volna a Himalájáról is. Épp egy éve két kiváló magyar hegymászó, Erős Zsolt és Kis Péter, küzdéssel és nehézségek legyőzésével megmászták a világ harmadik legmagasabb hegycsúcsát, a 8586 méteres Kanchenjungát. De vissza már nem vezetett út az örök hóbirodalmából. A hegy útjelzőkő lett számukra az Úristen felé, számunkra pedig mérce önmagunk felé. Testük ott maradt a Himalájában, de halhatatlan lelkük tovább él és erősíti azokat, akik szeretik a természetet, és hisznek abban, hogy a bátorság, a kitartás és az önfeláldozó bajtársiasság képes legyőzni az elmúlást. Székelyföld, Gyergyó. A keleti Kárpátok mészkőszirtje. A Hagymáshegység. Innen indult el Erős Zsolt egy úton, amely a világ tetejére vezetett. A Székely Hópárducra és társára Kis Péterre emlékezik a teljesítménytúra, amely havasi legelőkön, sziklabérceken és szurdokokon át vezeti a hazajárót azokra az ösvényekre, amelyeken Erős Zsolt eljegyezte magát a hegyekkel. Gyergyó-Szent Miklósból a Pongrác-tetőre emelkedünk, ahonnan a lapos útján indulunk a Hagymáshegység északi vonulatára. A Vidd-havas nyakánál keletre fordulunk, a Lapos-havas gerincére. Onnan délnek ereszkedünk le a Kupás-havas oldalában a Békás-szoroson át, Gyilkostó üdülőtelepéig. Másnap az oltárkő megmászásával zárjuk emléktúránkat. Gyergyó-Szent Miklós, Salamon Ernő gimnázium. Innen ballagott el Erős Zsolt, és amikor csak tehette, szaladt ki a gyergyói hegyekbe, hogy magába szippantsa a friss havasi életerőt. Aztán, amikor már megedződött a kemény székely sziklákon, és mind magasabbra vágyva sorra hódította meg a Himalája 8000 méteres ormait, feljutva a világ tetejére a Csomolungmára is, akkor sem feledte szülőföldjét. Rendre visszatért ide, hol edzeni, hol előadást tartani egykori iskolájában, hogy a fiatalokat is kimozdítsa a szobafalai közül, az erdélyi sziklafalak közé. Egykori túratársai a gyergyói ekések szerveztek most teljesítménytúrát, hogy amint az Erdélyi Kárpát Egyesület elnöke Dezső László mondja, méltón ápolják a hegymászók emlékét. Akik tevékenységükkel a természetjárást és természetszeretetet népszerűsítették. Szellemiségük, a heggyel vívott küzdelmük, önfeláldozó magatartásuk, példaértékű minden természetjáró és hegymászó számára. A 30-as, az 50-es tűzszétán Csíkszeredbányába elindul. Ahogy a túra főszervezője, az EKE gyergyói osztályának elnöke Vadász Szatmári István mondja, a hagyományteremtő túra minden évben, három távon és más útvonalon járja be Erős Zsolt szülőföldjének hegyeit. Említetted ugye, hogy az hal meg csak, akit elfelejtenek. Hát Zsoltot valószínűleg nem felejtjük el, illetve ez a szikla is gondoskodik arról, hogy emlékezzünk rá. Szerintem senki nem felejti el Zsoltot az egész Kárpát-medencébe, akiknek fontos, hogy mi az érték, tehát akik az életüket együtt élik a természettel, és tisztelik azokat, akik bebizonyították, hogy magyarban van kitartás, van célja, és tudunk sikereket elérni.
Sose véletlen, hogy innen indulunk, ugye ide, itt érettségizett Zsolt. Hát igen, meg kell nézni, hogy azok a kövek, amiből ki van építve az alapja, azon tanult meg mászni. Szitta is abban időben az igazgatós, a tanárok eleget, hogy szálljon le a falról, de hát itt kezd, ő itt innen indult el. De ezen a túrán akkor mi is részt vennénk olyan módon, hogy segítenénk nektek itt a szervezésben, meg becsatlakoznánk a pongrászetőn. Azért nagyon jó lenne, mert tulajdonképpen velünk vagytok, együtt vagyunk, segítetek a túrának az egész lebonyolításában. Jó, akkor menjünk a pongrászetőn. Felemelkedünk a Gyergyói medencéből a Maros és a Moldvába siető Békás közötti vízválasztó hágóra. A gyergyói havasokat a Hagymáshegységtől elválasztó Pongrácz tetői ellenőrző ponton nagy a forgalom. Sziasztok! Ezek Több mint 300-an jöttek el az emléktúrára. Köztük Erős Zsolt korábbi hegymászótársa Szendrő Szabolcs, és a Magyarok a világ 8000-esein expedíciók szervezője Kollár Lajos is, akikkel innen megyünk végig a teljesítménytúra 50 kilométeres távjának második felén. Szomorú apropó, hogy itt találkozunk, de mégis bejárhatjuk azokat a helyeket, ahol Erős Zsolt annak idején túrázott. Igen, felemelő, hogy Zsoltnak ez egy nagy túra területe volt, és mi ugyanezt végigjáratjuk, és úgy gondoljuk, hogy ez kötelességünk is. Tehát ebből a szempontból örömmel vagyunk itt, és nagy megtiszteltetés számunkra. A kékjelzésű ösvényen vágunk neki a Hagymáshegység északi vonulatának. A havasi legelőkkel tarkított fenyőerdők borította Hagymáshegység északi része nagy részt mészkőből felépülő tömbökből áll. Ilyen a likas szikla világa is, amelyről még Orbán Balázs azt írta, hogy tetején kráterszerű üreg van, honnan folytó lég jön fel. És ez üreg a néphit szerint oly mély, hogy egy beledobott lúd Szentdomokosnál jött ki az Oldban. Ezek túra témák egyébként, nem lehet tenni. Nagyon frissek vagytok, már összetek. Észre sem vettem, hogy eljöttetek már, nem az jogos. A Nyergesnyak ellenőrző pontjánál találkozunk Kis Péter szüleivel, Péterrel és Erikával, akik a 20 kilométeres túrát járják végig. A közös szakaszon együtt emlékezünk Kis Péterre, aki 27 évet élt. Életútja valódi tanúságtétele annak, hogy nem az a lényeg, mennyi ideig élünk, hanem hogy hogyan éljük le azt a földi időt, amit nekünk szánt a Teremtő. Kis Péter képes volt életét is odaadni, amikor a halálzónájában bajtársa segítségére indulva beteljesítette a mondást. Önmagunkat csak önmagunk szüntelen feláldozása árán tarthatjuk fenn. Péter gyakran járt a mi túráinkra is, teljesítmény túrákra a Börzsönybe. Igen, igen, az az időszak volt, amikor ez a 2003-as. Igen, 2003-2004. Igen, 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 amikor ő az év teljesítmény túrázója is lett így kétszer. Van, tényleg, tudod? Hát akkoriban ő rengeteget ment. Hát volt olyan, hogy elment egy teljesítmény túrára és megcsinált mondjuk indulásnak egy 20-ast. Érted, és utána benevezett az 50-esre, hogy még mind a kettő beleférjen neki, érted, akkor rengeteget ment. Nevezetes a tehát a főgerinc is, egy végig járt. Igen, igen, ez előtte volt, így van, szólóban mászta végig, másképp Gusztáv volt neki a völgy csapatként, úgymond a kísérője. Úgyhogy ez mai napig első magyarkénti megmászása, mert szólóban még senkinek nem sikerült eddig. És akkor ugye jöttek az Alpok négyezesei. Igen, igen. Az Alpokban a halál előtt olyan két évvel, az volt neki nagyon intenzív. Több mint a felét abban az időszakban mászta meg, 50 fölött itt egyedül. És a következő lépcső a Himalája. Így van. Hát igen, Magyarok a világ 8000-esén kellett azért egy csapatot bővíteni nekik, és akkor Pétert így úgy látták, hogy alkalmas erre a dologra. Péter örült is neki nagyon. Zsolt az példaképe volt különben előtte is, tehát ő azért követte Zsoltnak a dolgait, tehát ő nagyon ismerte. Én valahogy, amikor elbúcsúztunk is a reptéren, persze féltettem, mert tudtam, hogy valahogy egy veszélyese. Tehát ott bármitől függetlenül, mindegy az, hogy ki kicsoda, ott maradt a sajnos. Tehát ez egy olyan közeg, olyan környék. De valahogy mégis bíztam benne. Összejön mégis, sajnos.
sajnos. Hát a legméltóbb, hogy ezzel a túrával is. Igen, igen, ezek nagyon jó dolgok tulajdonképpen, ezek a fiataloknak is csak azt tudnám mondani, ezek mind az a jó, hogy kicsit bevonni a fiatalságot. Ki a szabadba egy kicsit túrázni, nézzenek szét, ha eljön valaki ebbe a részbe és szétnéz tulajdonképpen, meg tudja szeretni. És ha már 10 emberből 3 visszajár, akkor már jó volt. És Péternek is valahol, ő azért mindig próbálta a barátait is mindig felé fordítani. Jó levegőn vagy, sportolsz, mozogsz, egészséges vagy, ez a lényeg. Példakép. Példakép lehet. És példaképé vált. Így van. Mi is büszkék vagyunk rá tulajdonképpen. Korán még halt meg, hát fiatalon halt meg, de amit letett az asztalra, az szép volt. Elszontyolodik az idő. Az eső rázendít. A hegyek gyászos felhőbe borulnak, miközben a likas csúcsot kerülve törünk tovább északnak. Mi más tehetnénk az emléktúrán, amely azokról a hegymászókról szól, akiket nem olyan fából faragtak, hogy meghátráljanak egy kis esőtől. Aztán a nap és a szél addig dolgoznak a felhőkön, míg eláll az ivatar, és újra egyre többet láthatunk a hagymás szépségeiből. A Vinkli puszta az 1910-es években még jelentős fakitermelő központ volt. A Fügés nyakában egy rétet ma is temetőnek hívnak. Itt az első világháború után katonatemető volt, amit később a Vereskő patak völgyébe költöztettek. A Vidhavasz sziklatömbje már csak egy karnyújtásnyira van. És jól látszódik távolabb a Tatárhavas és a Nyerges környéke is. Ebbe a tájba szeretett bele Erős Zsolt, és ezt a világot mutatta volna be nekünk, ha visszatér a hó 5 kincséről, a Kancsenzönkáról. Amikor utoljára találkoztunk Zsolttal, az Edelényben volt tavaly februárban, Szent Miklós gimnáziumban voltunk együtt zsűrük, egy ilyen földrajzi vetélkedőn. Szóval akkor megbeszéltük vele, hogy ide együtt jövünk el, és ő mutatja majd be ezeket a hegyeket, ugye. Itt nőtt föl, itt tette meg az első túráit. Aztán amikor elbúcsúztunk és néztünk utána Sanyival, akkor megegyeztem, hogy lehet, hogy utoljára látjuk őt. Sajnos ez így is volt. Sajnos így van, ez most már azért egy elég hosszú múlt idő. Zsoltnak a tétlenség az egy elképesztő rossz gondolat volt, és ezt sugározta is ki. Amit még nagyon tiszteltem Zsoltba, a probléma megoldása, nem bagatelizálása, nem fölnagyítása, hanem a megoldásra való törekvés. Ez kevesek sajátja, csak olyan emberek tudják ezt megtenni, akik ugye meg tudnak mászni 12-8000-est, és még több jelentős csúcsot, hegyet, ugye hát a Hópárducság is azért ehhez tartozik, és olyan személyiség, olyan előadó is tudott lenni, mint amit ezen a környéken is nagyban tisztelnek. Tehát ő egy mondhatnám, egy összetett komplex ember volt, nem csak hegymászó. Ahogy ezt a tájat nézem, nagyon fontos ennek az egész túrának, és most már túra sorozatnak az üzenete, ami számomra azt jelenti, hogy itt tartjuk Zsolt szellemét Erdélyben, az ő hegyei között. És itt kell ezt minden évben megismételni, és évről évre nagyon jó hangulatban sokunknak összegyűlni. Zsolt innen indult, és remélem, hogy ezek az összetartó rendezvények azt fogják szolgálni, hogy ő mi hamarabb vissza is találjon. Igazi hazajáró legyen. Eső nem tágít. Hűségesen kísér tovább a lapos útján. A Fügéstető környéke is felhőkbe takarózik. Ázottan érünk az emléktúra következő ellenőrző pontjára, a Vidhavas nyakára.
De türelmünk meghozza az eredményt. A napereje csak megtáncoltatja a felhőket, így néha előbújik nekünk a vidhavas, remekbe szabott mészkőszirtje. A kitartásról és annak gyümölcseiről kérdezzük Erős Zsolt mászótársát, Szendrő Szabolcsot, akinek ifjú korában egy baleset miatt bal lábát térd alatt amputálni kellett. De nem adta fel. Hegymászó lett és protézisével megfordult a Börzsönytől a Himalájáig, Alaszkától a Tűzföldig. A természet ezerarcú világát varázslatos fényképei segítségével elhozta olyanok számára is, akik soha nem juthatnak el ezekre a helyekre. Szabiti a Zsolttal régóta ismertitek egymást, több közös expedíció is volt, valamint volt egy közös pont, hogy te is és ő is lábprotézissel másztatok. Hát igen, ez végeredményben mi nagyon sokáig sporttársak voltunk, de úgy látszik, hogy sorstársak lettünk, de ez a sorstárság, ez nem teljesen negatív érzet bennem, mert ez egy tény. És a Zsoltba hajszál pontosan azt tetszett, kicsit fiatalnak éreztem magam, hogy nekem mennyire fontos volt ez a hegymászás, és tudtam, hogy fél lábbal ezt nem lehet űzni. Senki nem próbált ebbe segíteni, csak ellenezték, és a Zsoltban meg láttam, hogy ő neki már mondjuk túl sok akadályt ilyen téren nem kell leküzdeni, de az a lelkesedése, ami az első másodperctől kezdve, mert sokat mentem hozzá a kórházba, első másodperctől tudta, hogy mászni fog, és ez nekem hihetetlenül tetszett benne, és valóban, hogy az embereket biztatni arra, hogy igenis bármilyen szituációban lehet folytatni az életet. Ő mondjuk ebben lelkesebb volt, mint ma már én vagyok, de ez a fiatalságnak az óriási előnye. Elmutatjuk azt is, hogy te is jártál már 8000 méter fölött. 60. születésnapomra elhívtak a Daulagiri expedícióra, ahol Zsolt fel is jutott a csúcsra, és hát az volt, amikor utoljára tényleg igazi szép magas hegyeket láthattam, és nagyon jó volt abban a csapatban lenni. De nem az a példakép szerintem, hogy most a 8000-es mászon és csak akkor ember az illető, hanem igenis menjen ki a természetbe, érezze jól magát, meg legyen a természet iránti szeretet és alázata. Ettől több nem kell. A lapos kapun lépünk be a hagymás újabb tömbje, a lapos havas világába. Virágokkal tarkított havasi legelőjéről elénk tárul a Békásszoros és környéke szurdok völgyeinek, mészkőfalainak különleges tájképe. A kupás havas és a cohár tömbjei mellett a lapos kanyon sziklája is ott látunk meghasadva. A lapos havas délkeleti végét a Csurgó csúcsa koronázza. Tetejéről északra is átlátunk a szomszédos Zsedán havas tömbjének sziklavilágára, ami mögött már a Csalhó bércei is előbukkannak. A hagymás széles hátainak irtásrétjei kiváló legelőterületek. Az állatok felhajtása után az esztenák környékén már javában zajlik a tavaszi havasi élet. Kereskedve a hegyről, mielőtt még áttörné a kupást, átkelünk a fürge, lapos patakon. Utolsó emelkedünk a kupás mezejére vezet. Végül leereszkedünk a Békás patakhoz, amely olyan rést nyitott az Erdélyt Moldvától elválasztó sziklabérc tömegen, hogy messze földről járnak csodájára. Thank you.
A teljesítmény túra célja a gyilkostói üdülőtelepen vár ránk. Köszönöm szépen. Este zsúfolásig telik túrázókkal a gyilkostói Szent Kristóf kápolna. A hálaadó Szent Misén Kémenes Lóránt atya emlékezik az egy évvel ezelőtt eltűnt hegymászókra. 1968 vonal 2013 1986 vonal 2013 Neked is már egy számot fölírtak. Zsoltnak és Péternek fölírták a másodikat is. De a kettő között van egy vonal. A vonal minden térképen mit jelent? Az utat. Az az icipici vonal. Ami ott van a két évszám között, na ez az életed. Az életed út. És attól lesz élet, hogy mersz rálépni az útra, és ma két ilyen pici kötőlejelért jöttünk el hálátok. És elgondolkodni azon, hogy az én életem most hol tart, az út az mindig összeköt. És amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, akkor ezzel összeköti a mennyet a földdel, és egy végtelen egészé formája. Tudja az utat. Mert ő maga az út. Mint egy középkorból itt felejtett bástya áll őrt a békási szoros elején az oltárkő. Sziklatornyára először 1934-ben két brassói száz hegymászó jutott fel, s ha már ott jártak, ki is tűztek egy román zászlót. Nem tetszett ez a magyaroknak. 1941-ben a 22 éves újpesti turista Krejsz Sándor vitte fel a magyar lobogót. Majd egy évre rá a Gyergyó alfalvi székely Keresztes Zoltán egy még nagyobbat tűzött ki az oromra. A kultikus sziklára Erős Zsolt egykori mászótársaival, a Gyergyó Szent Miklósi Dancurás Hegyi Mentő Egyesület tagjaival indulunk. El kell a sziklamászó felszerelés, mert kötélbiztosítás nélkül szinte lehetetlen megmászni a hatalmas falat. Ahogy Fórika Ottó meséli, a csúcsra a hegyi mentők 1995-ben állítottak fakeresztet. Előtte az öttágú vörös csillag égtelenkedett itt a hegy csúcsán, és 89. decemberében már meguntuk, akkor volt a módszerváltás, és feljöttünk csapattársakkal, és vasvágó fűrésszel az állványt elvágtuk, és lezuhant az erdő közé. Érdekes, mert az egész ócskavas meg minden eltűnt onnan, aztán elhordták. Úgyhogy tiszta az erdő, tiszta a sziklacsúcs, ennyi. Az oltárkő talán az a hely, ahol Erős Zsolt 1981-ben végérvényesen összekötötte életét a hegyekkel. Ahogy Elekes Huba hegyi mentő is vallja, amíg lesznek, akik figyelnek a jelképekre, és eljönnek ide fejet hajtani a Hópárduc és Kispéter előtt, addig élni fognak a hegymászók. Imádta ezt a helyet, és visszajárt folyamatosan. Tehát ő nem felejtette el a nagy hegyek után azt a miért, ahonnan ő elszármazott. Ő valahogy megmutatta, hogy nincs az, hogy nem lehet. Ez egy olyan jelkép nekünk, mint székelyeknek is, amit követni kell. Bizony mondom, mind hős az, aki itt él, s törekedni mer. Aki is kell, csak kínnal puhított rögből kell a siker.
más addig is. Mennyi riasztó kudarc, elvérzett szép merés. Térdünk rottán is hányszor fáj belénk, hogy még mind kevés. Mert ne feledjük, Erdély földje ez. Zord, vihardult a táj. Itt vágyainkra nem hip-hop batár, de vár száz akadály. S különbség nincs. Egy sorsban osztozik hivatlan hivatott. Sőt, ha külön vagy, korán hultodat még előbb várhatod. De mi sorsunkat tudva csak megyünk, ahogy következünk. Tán jobb jövőt csíráztat itt ki még elvérző életünk.